Április 27-én szombaton hajnalban kezdődik a választási kampány a május 26-ai európai parlamenti választásokra. Ettől az időponttól minden kampánytevékenységre a vonatkozó jogszabályok érvényesek, közölte Florin Mitulécu Bujka, az állandó választási hatóság elnöke mai sajtótájékoztatóján. A választási kampány időszakában szigorú szabályok vannak érvényben, ezeket pedig minden politikai alakulatnak és jelöltnek tiszteletben kell tartania. Mondta el ma Bukarestben Florin Mitulécu Bujka, az állandó választási hatóság elnöke. Így például a köztereken ma látható politikai üzenettel bíró óriás plakátoknak április 27-ére el kell tűnniük. Ellenkező esetben a tulajdonosaik súlyos bírságokra számíthatnak, mondta. A választási kampány idején az erre vonatkozó törvény betartására a megyei választási iroda felügyel, és ilyen esetekben a választási iroda, a helyi polgármesteri hivatal, illetve a helyi rendőrség feladata lesz ezek megsemmisítése. A szankciókat szintén a helyi hatóságok szabják majd ki. A választási kampány alatt csak is a 334-es törvényben megszabott maximális méretű, azaz legfeljebb 50x30 cm-es plakátok függeszthetők ki a polgármester által meghatározott választási plakátolási felületeken. Egyéb propaganda anyagok használata tilos. Az elnök azt is közölte, az állandó választási hatóság 2.264.000 lejre rendelt szavazólapokat. Március 31-én 18.948.141 volt a szavazati joggal rendelkező román állampolgárok száma. A hivatalos nyilvántartásban 696.398 külföldi lakhellyel, illetve külföldön élő román állampolgár szerepel. Elmondta, a szavazás napján nyitva lesznek a lakosság nyilvántartási irodák, és sürgősségi eljárással is ki fogják állítani a személyazonossági igazolványokat. Az EP választást május 26-án tartják.